Sosem volt igazán az a célom, hogy vezetőként dolgozzak, inkább egyszerűen csak szeretem azt, amit csinálok, át tudom látni és élni a helyzeteket, és többnyire ebből fakadóan vannak ötleteim, megoldásaim, amelyeket a környezetemnek, a közösségeimnek is át tudok adni. Kitartó vagyok, és nem adom fel könnyen a dolgokat. Azt tapasztaltam, hogy ezen túlmenően képes vagyok egyfajta híd, tolmács szerep kiépítésére a kultúra, a non-profit szféra és az üzleti élet találkozási pontjaiban. Ma ezt már tudatosabban csinálom, építek erre, ezekben a közegekben jelen is vagyok. Ne a külsőségekre vezetői ambíciókra koncentráljunk, hanem legyünk nyitottak például a tanulásra, a befogadásra, az újra, fektessünk bele sok-sok energiát, időt, és így módon ne kíméljük magunkat. Ha pedig elég érettek, felkészültek vagyunk, és ugyanakkor a személyiségünkkel tudjuk a környezetünket is motiválni, csak akkor kezdjünk el foglalkozni a vezetői ambíciókkal. Jót s jól! Ebben áll a nagy titok. Talán ez a Kazinczy idézet lehetne a mottom, s ez fejezi ki legjobban ma a gondolkodásomat. Még azzal egészíteném ki, hogy tegyük ezt szűni nem akaró kíváncsisággal és lelkesedéssel.